Fiume a 41 ezer férőhelyes Juventus stadion, az olasz rekordbajnok otthona. A 2011-ben átadott létesítmény érdekessége, hogy a Juventusnak egyedüli olasz csapatként saját tulajdonában van a stadionja, hiszen a többi csapat a város önkormányzatától vagy más kezelőszervtől bérli arénáját. A Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában a Ferencváros kedden este 9 órától lép pályára Andrea Pirlo csapata ellen. A futballban minden lehetséges, azért jöttünk ide, hogy a találkozó végéig küzdjünk és nyerjünk. Ilyen meccseket mindenki teltház előtt szeretne játszani, de meg kell értenünk a mostani helyzetet. A Bajnokok Ligájában vagyunk, így mindenki könnyen ráhangolódik egy mérkőzésre. Hiányoznak a szurkolók a stadionokból, de minden játékos álma, hogy ebben a sorozatban szerepeljen. Úgy vágtunk neki ennek az egész sorozatnak, hogy a saját játékunkat szeretnénk játszani, ugyanaz, mint a bajnokságban, labdabirtoklás, próbálunk játszani a top csapatok ellen is, kisebb-nagyobb sikerekkel. Voltak nagyon jó periódusuk a mérkőzéseken, lásd, ugye Barcelonában az első 20-25 perc az tényleg parádés volt, viszont utána kijött az, hogy tapasztalatlanok vagyunk még a Bajnokok Ligája szintjén. Most jön a második, úgymond három mérkőzés, és szeretnénk még jobban játszani, a motivációval nincsen semmi probléma. Hiszen mindenki nagyon várja már ezeket a mérkőzéseket, mindenki szeretne pályára lépni. Milyen volt megtapasztalni most a honlapi meccs légkörét? Hát megmondom őszintén, gyönyörű innen is. Tévéből már ugye láttuk egy jó párszor, de innen belülről még szebb. Szeretnénk minél többször ugye a Bajnokok Ligája csoportkörbe jutni, ez nagyon kemény meló kell. A csapatban benne van, úgyhogy most az a lényeg, hogy holnap jó eredményt érjünk el, tényleg a maximumot nyújtsuk, akárki is lesz a pályán, és a tapasztalatgyűjtés az pedig, hogy a jövőben ismét Bajnokok Ligájáról beszélgessünk.